Ezek a középkori templomok már álltak a reformáció idején, melynek hatására óriási átalakuláson mentek keresztül, mondta Gál Sándor Esperes a reformáció 500. évfordulója jegyében indított vándorkiállítás megnyitóján. Az akkori templomok külsejükben ugyan megújultak, de megmaradtak az emberi és isteni kapocs szent helyéül. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középkori templomokban gazdag térség, az épületek művészi értéke jelentős. A több száz éves templomok felújítása az elmúlt években az egyik legnagyobb Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei projekt volt, amely a határokon is átnyúlt. A rekonstrukción átesett templomok útjára egy tematikus túraútvonalat építettek, ami népszerűvé vált a térség belátogatók körében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valóban bővelkedik olyan középkori templomokban, amelyek azt hiszem, hogy arra érdemesek, hogy a nagyközönség számára is mielőbb megmutatásra kerüljenek, és ezeknek a templomoknak nagy része meg is újult pályázati forrásokból, hál' Istennek, de természetesen szeretnénk folytatni ezt a projektünket. És a középkori templomok útja és a reformáció emlékév egy olyan lehetőséget ad számunkra, és itt azért még a Szent László emlékévet is megemlíteném, ami szintén 2017-ben van, amelyel úgy gondolom, hogy a turisztikai lehetőségeinket olyan plusz erővel és plusz motivációval tudjuk megspékelni, amelyel talán sokkal nagyobb figyelmet tudunk fordítani ezen ritkaságainkra, amelyek a megyének azt hiszem, hogy kiemelt büszkeségei, hiszen például a megyei értéktárnak is a részei. A templomok útja program folytatódik, a következő években pályázati forrásból a délnyírség örökséghálózatát fejlesztik, többek között a pirichei, a nyírbélteki és az újfehértói templomok is megújulhatnak. Számos középkori templomnak a helyreállítására biztosíthat a terület és településfejlesztési operatív program keretet. Ennek égisze alatt kb. 20 középkori templom újulhat meg a közeljövőbe, és hát ami egy nagy lehetőségnek kínálkozik, hogy a templomutat bővítsük Kassa megye, Borsodaba, Új-Zemplén megye, illetve Hajdú-Bihar-Bihar megye irányába. Emellett a tarpai, a fehérgyarmati templom is bekerült a programba. Ezek az egyházi fejlesztések jelentős összeget tesznek ki. A reformáció örökségét bemutató tárlat tovább vándorol, március 18-án a Sonkádi templomban várja a látogatókat.